Herendváros önkormányzata a település közbiztonságának növelése érdekében térfigyelő kamerarendszert épített ki LIDER pályázati támogatás segítségével. A kijelölt területeken elhelyezésre kerültek a térfigyelő kamerák. A kamerarendszer műszaki átadás átvételét követően a Veszprémi Rendőrkapitányság együttműködési megállapodás alapján működtetésre átvette a közterületi térfigyelő kamerarendszert. Torma Attila, a Torma Biztonságtechnikai Kft. Vezetője, ügyvezetője. Milyen tervezési munkálatok előzték meg ezt a beruházást? Az előzetes igények felmérése után megkerestük a képítendő kameráknak a helyét, és utána a domborzati viszonyok figyelembevételével az átjelző állomások kiépítésének a szintén a helyét. Mi az, ami meghatározza ilyenkor a kamerák helyét? Milyen pontokat kell keresni? Hát a forgalomnak megfelelően, hogy minél jobb rálátása legyen az elhaladó járműveknek a rendszámtáblájára, illetve a közterületeknél, hogy minél nagyobb területet fogjon be egy kamera. Hány ponton kellett felszerelni a kamerákat Herend tekintetében? Az összes bejövő forgalmat figyeljük, illetve néhány közterületet, ami csomóponti helye a városnak. Hogy működik ez a rendszer? Mikrohullámú átvitel van a kamerák és a vevőpontok között, illetve a szervergépre ezen a mikrohullámú átvitel során kerül be az információ, és a szervergép rögzíti a kameráknak a felvételeit. Ugye mivel itt Herenden ez egy újdonság, gondolom, hogy visszajelzés még nincs, hiszen csak most indul az egész rendszernek a működése, de az eddig beszerelt helyeken van-e már valami tapasztalat arra vonatkozólag, hogy igen, ez egy megbízható rendszer, működik és hasznos? A rendszer problémamentesen működött a tesztüzem idő alatt, illetve azóta is, és meg vannak vele elégedve, pozitív visszajelzések vannak. Kapitány úr, kérem, milyen jogi háttere van egy ilyen biztonságtechnikai rendszer használatának, mint ami most bevezetésre került Herenden? Elkezdem avval, hogy először is fontosan tartom, hogy egy ilyen településen, egy városban legyen egy ilyen a kamerarendszer. Ugye itt is előfordulnak bűncselekmények, és ez nekünk nagy segítséget ad, illetve úgy gondolom, hogy a polgároknak egy megnyugtatást, hogy tudják, hogy van egy ilyen kamerarendszer. Ennek ugye sok jogi háttere van, kezdve attól, hogy ombudsmani jelentést kell tennünk, hogy hol működik, ki van-e függesztve az, hogy itt kamerarendszer van, meg van-e hirdetve. Tehát nem lehet ezt úgymond süttyönbe csinálni, ezt úgy kell alkalmazni, hogy erről mindenki tudjon. De azért van egy visszatartó ereje, akik ugye olyan szándékkal jönnek ide, és látják, és tudják, hogy van egy ilyen kamerarendszer a városban, remények szerint el is kerülik. Mindenhogyan erre ugye a gyakorlat mutatja, hogy van erre precedens, hogy a bűnözők azokat a helyeket elkerülik, illetve csökken a bűncselekmény szám ott, ahol egy ilyen kamerarendszert kiépítenek. Hát most ugye ez most megindul itt, ugye erre kötünk a szerződést, ezt mi ugye feltéreztük, hogy az ORFK-ra, illetve bekül egy olyan rendszerbe, ahol bárki meg tudja nézni, hogy hol működnek ilyen kamerák az országban. Illetve az ombusznak nekünk jelentést kell tenni ennek az alkalmazásra egy bizonyos időközönként. Majd, amikor a rendszer meg ki fog alakulni, és a technikai lehetőség olyan lesz, akkor ezt az egészet beintegráljuk a Veszprémi Tevékenységlátási Központba, tehát ott a rendőrök fogják ezt úgymond figyelni folyamatosan. Egy olyan, remény csak itt lesz ez a figyelés. Ugye itt a szerverszobában van egy nagy tévé, ami tulajdonképpen monitorként funkcionál. Ki az, aki visszanézheti a felvételeket? Hát ugye mi is akkor nézhetünk bele, hogyha bűncselekménybe, szabálysértésbe indítunk eljárást. Tehát egy általános eljárási lehetőség, tehát belenézési nincsen. Tehát nekünk is egy törvényi felhatalmazás alapján tudunk ebbe belenézni. Különben ugye automatikusan törlődni kell ennek a felvételnek. Tehát kell hozzá egy büntető, vagy szabálysértési eljárás, hogy valaki ezt megnézhesse. Mennyi idő keresztül őrzi a képeket a rendszer? Hát különböző rendszerek vannak, valami 24 órás, valami 72 órás, valami egy hetes. Most ezt itt nem mondom meg, hogy mennyi. Jó, ezt nem tudhatjuk. Sok titkos dolog van ezzel az egésszel kapcsolatosan? Nincs, mint ugye mondtam, ezt nyíltan kell kezelni. Végül is ugye van neki megelőzési jellege is, de inkább a bizonyítás ma játszik fontos szerepet a bűnügyi felderítésbe. Mennyire lehetnek nyugodtak a herendi polgárok, hogy ezen távol tényleg nagyobb lesz a biztonság itt Herenden? Úgy gondolom, hogy milyen tapasztalatok vannak eddig más településekről, ahol már bevezetésre került ilyen kamerarendszer?
Hát egy 20-30%-kal csökkennek a bűncselekmények száma, főleg ugye a lakásbetörések vagyonelleni bűncselekmények, de fel lehet használni a fejtereket ugye utcai, tehát közterületi bűncselekmények bizonyítására is, illetve felgyerítésére. Ezt értsem úgy, hogyha valamilyen rongálás történik bent a településen belül, akkor akár lehet feljelentést tenni, vagy bejelentést tenni, inkább így mondom, hogy... Tehát mondjuk most vegyük a parkot. A parkban valamit megrongálnak. Akkor ennek önök ez alapján utána tudnak nézni, vagy utána is kell, hogy nézzenek? Igen, ugye az jelenlegi rendszer úgy fog működni, hogy utánkövetés van. Tehát van egy esemény, utána lehet megnézni a felvételt, ha majd beintegrálódik a rendőrségi központba, akkor már az eseményre lehet reagálni. Tehát akkor, amikor már látja majd a rendőr, hogy most van valami esemény, akkor már úgy fog reagálni. Most egyre utánkövetéses ez a rendszer, de azért mondom, hogy most a megelődésben, meg a bizonyításban jó, a tettenérésben már ugye kevésbé. Hát azt láttuk, hogy a szerverszobában egy rács választja el a monitort, meg az egész rendszer tulajdonképpen a külső részektől. Ki az, aki kinyithatja ennek az ajtaját? Ez három kulcs, egy rendőrségnél, egy ugye a cégnél, aki csinálta, egy pedig itt a hivatalban. Tehát akkor ez teljesen biztonságos, biztosak lehetünk abban, hogy hozzá nem értő vagy illetéktelen ember látja a felvételeket? Nem, ennek jogszabályi hátterei vannak, meg biztonsági feltétele, nem nézhet bele senki sem. Köszönöm. Van-e valamilyen üzenete Herend lakosainak? Most indítunk egy új programot, ugye július 1-től. Nem csak a körzeti megbízottak, hanem a Veszprémnek a más munkatársai, így a szolgálati iránytól a közlekedések is naponta megjelennek Herenden. Tehát ugye be kellett úgymond minősíteni a településeket, és mivel Herend itt fekszik, ugye a 8-as mellett, meg ugye a város is egy olyan minősítést kapott, hogy kötelező naponta megjelenni bizonyos időszakban itt a városban. Úgyhogy minden nap van itt rendőr. Polgármester úr, kérem, milyen előzményei voltak ennek a kamerarendszer telepítésnek? Az előzmények azok voltak, hogy rendkívüli a régi vágya volt már a rendieknek, hogy ilyen biztonsági szempontból rend védett legyen. Ezt kamerarendszerbe gondolta a hallgatóság, illetve a lakóknak a többsége. A közmeghallgatás több esetben felvetődött. Egyébként a sok besúrásos tolvaj, más betörés és egyéb lopások voltak, és abba bízunk, és a bizalomnál azért több, vagy a bizakodásnál több az, hogy a kamerarendszer kiépülhetett. Hogy sikerült ezt anyagilag megoldani, finanszírozni? A LEADER pályázat keretében, teljes egészében a finanszírozható volt a beruházás, áfát kell utána megfizetni az önkormányzatnak, egyébként a LEADER program keretében megvalósítottuk. Ugye a kapitány úr beszélt arról, hogy majd a rendőrséghez rá csatlakozik ez az egész rendszer. Kell még ezt majd bővíteni, vagy fejleszteni? Vannak-e még további elképzelések a település biztonságával kapcsolatosan? Én mindenképpen szükségesnek tartanám bővíteni és fejleszteni, és pályáztunk is az idén a belügyminisztériumi pályázaton, indultunk a közintézményekre, iskolára, óvodára, hivatalra, buszmegállóra, művelődési házra, hogy remélem nem hagytam ki semmit. Mindenképpen frekventált helyekre szerettünk volna még a telepíteni a kamerát, hogy abszolút védelem legyen a vandálok ellen, vagy a rossz akaró emberek ellen. Persze gondolom azért ez a városi megfigyelő rendszer nem helyettesíti a lakásokban lévő riasztó rendszereket, vagy megfigyelő rendszereket. Javasolják önök, illetőleg a rendőrségtől érkezett-e valami ilyen irányú jelzés, hogy kell, szükséges, hogy a lakások is legyenek látva valami hasonlóakkal? Hát önmagában a köztéri kamerarendszer nem nyújt abszolút biztonságot, ezt irreális lenne elképzelni. Tehát ha fokozott védelmet szeretne az állampolgár, a lakos, akkor indokolt lenne, jó lenne, hogyha a lakásban is tudna a kamerát szerelni.